A közigazgatási törvénykönyv vitájának halasztását kérte a szenátusi szakbizottsági vita előtt az RMDS. A szövetség elnöke megbeszélést folytatott Liviu Dragneával, a szociáldemokraták első emberével. A közigazgatási törvény kormány által kidolgozott formájában inkább a központosítás, mint a decentralizáció irányába mutat. Ezt mondja Kelemen Hunor RMDS elnök hangsúlyozva, a szövetség számára ez elfogadhatatlan. Hangsúlyozza, minden jel arra utal, hogy a tervezetet hivatalnokok állították össze, a politikusok pedig nem nézték át megfelelően. Én azt kértem, hogy halasszák, addig ne legyen parlamentben, szakbizottságokban vita, amíg a szakemberek nem ülnek le, és nem próbálnak egy összhangot teremteni. Egyrészt, másrészt, hát a kormány a saját álláspontjához, a saját tervezetéhez nyújtott be közel 100 módosító javaslatot, ami azt mutatja, hogy azért vannak ott problémák. Liviu Dragnea szerint a PSD vezetősége hamarosan végső formába önti a közigazgatási és a helyi közfinanszírozást szabályozó törvénykönyvet. A szociáldemokraták által végsőnek tekintett álláspont kidolgozását követően kikérik az ALD és az RMDS véleményét is egy közös álláspont kirajzolása érdekében. Ugyanakkor Dragnea szerint a többi parlamenti párttal is nyitottak a tárgyalásra, a két fontos törvény elfogadása végett. Ezzel a témával folytatjuk. Élő telefonos kapcsolatban vagyunk Cseke Attila RMDS-es szenátorral, a szövetség közigazgatási szakpolitikusával. Jó estét kívánok! Csókolom, jó estét kívánok a tévénézőknek! Szenátor úr, az RMDS általában a tervezettel elégedetlen, vagy csupán annak egyes részeivel? Ha így lebontanák, akkor természetesen egyes részeivel, nem kevés részével, hiszen mi úgy látjuk, hogy ez egy decentralizáció ellenes, mint egy decentralizáció segítő törvénytervezet. Ugyanakkor a prefektusi intézmény megerősítéséről szól, az önkormányzati rendszer és önkormányzati vezetők lehetőségeinek a csökkentéséről. De vannak természetesen olyan részei is, amelyekkel nagyjából vagy nagy mértékben egyetértünk, viszont mivel ez 18 jelenleg hatályban lévő törvényt sűrít be egy kódexbe, a közigazgatási kódexbe, ezért azt mondjuk, hogy ha ezeket a fontos kérdéseket nem oldják meg, akkor nem biztos, hogy tudjuk ezt támogatni. Negatívumként emeli ki azt, hogy a közigazgatási törvénykönyv tervezete megerősíti a prefektusokat pozíciójukban. Konkrétan milyen következményei lennének ennek? Ugye azt láttuk, hogy az elmúlt években a prefektusi intézménynek, ha bár nem kerültek új jogkörök, új hatáskörök, nem kerültek a prefektusi intézményhez, mégis az elmúlt években a prefektusoknak a hatalma, az ereje nagyban növekedett, és ugye nekünk ezzel egy elvi problémánk van, hiszen vannak önkormányzati, megyei önkormányzati választott vezetők, akiket a helyi közösségek, megyei közösségek választanak, míg a prefektusi intézmény az maga egy kinevezett tisztség, tehát az, aki betölti, az egy kinevezett tisztség, nem elszámolható, nem felelősségre vonható a helyi közösség által. Mégis a prefektusnak a hatalma az elmúlt periódusban növekedett, ezzel a tervezettel viszont még jobban erősödne, hiszen akkor, amikor olyan rendelkezések vannak benne, amelyek az alkotmányos kereten túl adnak hatásköröket, például azt írják le, hogy a prefektus a törvényesség betartásának a szavatolója, ebbe sok minden benne lehet, és abban is, hogy hozzátennék azt, hogy például a helyi közigazgatási intézmények, helyi tanácsok, megyei tanácsok által elfogadott tervezeteknek a kivizsgálása, az akár az önkormányzatok székházában is történhet. Na most ebbe sajnos az elmúlt év tapasztalata alapján sok mindent és nem pozitívumot gondolhatunk bele, hogy mi történne, ha ez így kerülne elfogadásra. A helyi önkormányzatokra nézve milyen hatása lenne annak, ha a törvény a jelenlegi formájában kerülne elfogadásra? Van egy pár rendelkezés, amely sajnos az önkormányzatokban működő stabilitást veszélyezteti. Hiszen azért Romániában is, itt most nem csak a magyar közösség által vezetett önkormányzatokról van szó, hiszen Romániában azért az önkormányzati szinten elmondható az, hogy az elmúlt 28 év volt egyfajta stabilitás. Ennek az egyik oka az abban mérhető, hogy a megválasztott
közvetett módon megválasztott vezetők, megyei tanácselnök, megyei tanács alelnökök és az alpolgármestereknek, ha bár a megválasztás a fele plusz egyet történt, a leváltásuk kétharmaddal, éppen azért, mert a törvényhozó úgy gondolta, hogy kell egy stabilitás, a mandátumot ki kell vinni. Ha ezt le szeretnék vinni most fele plusz egyre, akkor fennáll nagyon sok önkormányzat esetében, magyar érdekeltségű önkormányzatok esetében is, hogy akár egy-két szavazat, bocsánat, megvásárlásával vagy átültetésével egyik helyről a másikra ez a stabilitás megszakad. Ugyanakkor az önkormányzatokban, az önkormányzati munkában a jegyzőnek a szerepét erősíteni ez a tervezet, amivel mi megint csak nem tudunk egyetérteni, hiszen mi azt mondjuk, hogy az önkormányzati képviseletet, a megválasztott embereknek a erejét, hatásköreit kell erősíteni, nem a jegyzőjét, aki nem egy megválasztott személy. Köszönöm, szenátor úr! Köszönöm szépen!